Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő szív üzenete mit szeretne közölni veled, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Először is megnézzük azt, hogy mi az ő jelenlegi helyzete. Itt láthatóak a gyermekek. Lehet, hogy fontos számára a kapcsolat a gyermekekkel, de a gyermekeknek van szimbolikus jelentése is. Jelenti az ő ártatlanságot, az is lehet, hogy jelenleg kicsit olyan naív, és mindent elhisz, amit mások mondanak, amit a gyermekek még jelentenek, egy új irány, egy új kezdet. És most megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható ez a nagy medve. Tehát ő be akarja bizonyítani magát. Kell számára az erő. Ez az erő lehet a belső erő is, a hite. Ez a medve lehet az apukája, vagy a főnöke is. Lehet, hogy itt még vannak kapcsolatok, nézeteltérések, feladatok, és ez foglalkoztatja őt a gondolataiban. Most megnézzük az érzelmeit. Itt látható egy út. Ez lehet egy közös életút is, jelenti a jövőt. Ebbe az irányba tekint, úgy érzi, itt majd kivirágzik valami. Mit közöl veled? Ez a torony jelenti a korlátozásokat, azt is, hogy ő fogva érzi magát ebben a toronyban. Ez úgy hat ki rá, mint egy labirintus, keres egy kiutat, keres egy megoldást. Ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy is. Erről majd ő beszámol. Mi az ő szív üzenete, amit mondani szeretne, de nem mondja ki. Ez a virágcsokor rád utal. A te szépségedre, a nőiességedre. Ez jelenthet egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot is. Ő meg akar lepni téged ezzel az ajándékkal, de erről még nem beszél. Hogy lát téged? Itt ez a kártya jelenti a mozgást, a változásokat. Ez lehet sport, autó, költözködés, változások. Úgy látja, hogy te most mozgásban vagy. Mi köt össze benneteket? Itt ő jelenik meg. Ő szeretné a dolgokat irányítani. Az is lehet, hogy ő féltékeny, mert ez a kártya lehet egy másik férfi is. De én úgy gondolom, erről nem beszél, hanem azt szeretné elérni, hogy ő legyen itt a középpontban, hogy te felfigyelj rá, és dicsért őt. Azt szeretné, ha mozgásba jönnél, és közelednél hozzá. Miután ez megtörtént, akkor majd ő is kimutatja az érzelmeit. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!